szeretnénk már a jövőt építve, előre nézve lánycsapatot építeni. Egy újdonság bejelentésével indult az Aqua SE és az UVS a pénteki közös sajtótájékoztatója. A Nyíregyházi Sportegyesület története során először lánycsapatot indít a területi bajnokság legkisebb 2007-2008-as korosztályában. A kezdeményezésben pedig a budapesti UVS segíti szakmai partnerként. Úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Akvasport Egyesületnek a munkáját a leghitelesebb egyesület, az UVS-e tudja Budapestről segíteni és koordinálni szakmailag, főleg egy lánycsapat építésénél, amit most tervezünk, és újdonság lesz a városban, mert aki a Magyar Kupa győztes és a Magyar Bajnok lánycsapattat koordinálja, az csak hiteles tud lenni. Nem beszél arról, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor, aki a szakmai felügyeletét adja ennek az együttműködésnek, úgy gondolom a leghitelesebb kezekbe kerülünk. A Magyar Bajnok, Magyar Kupa és Lenkupa győztes UVS-e a legsikeresebb női vízilabda együttesek közé tartozik, több játékosa is a válogatott keret tagja. A budapesti klub 10 éve a Nyíregyházihoz hasonló utat járt be, így már csupán tapasztalataival is sokat segíthet az Aqua SE-nek. Ugyanakkor az UVS-e szakmai támogatása is mindenképp hasznosnak ígérkezik. Alapvetően mi ezt az utat egyszer végigjártuk, tehát egy olyan segítséget tudunk nyújtani, hogy mi az a munka, amit el kell végezni, és mik azok a hibák, amiket nem kell elkövetni. Van egy nagyon erős edzői stábunk a női csapat mellett. A felnőtt csapatnak az edzője most Benczúr Márton, aki egy évekig dolgozott a női csapat mellett. A női utánpótlás nálunk az a Ács Bertalan felügyeli most, aki a női válogatottnak volt másodedzője, illetve aki az elmúlt 3 évben magyar bajnokságot, kupát nyert, az egyik legjobb női edzőnek számít, és most ismét bekapcsolta az utánpótlásnak a munkájába. Én azt gondolom, hogy az ő tapasztalatai és az ő készségük mindig segítség lehet egy újonnan induló modellnél. A női vízilabda OB1-ben jelenleg 10 csapat szerepel, ebből 2-t az UVS-e ad. Ezért a jövőt a női vízilabda fejlődését is szolgálhatják a Nyíregyházihoz hasonló kezdeményezések. Ez egy olyan területe az országnak, ahol van fejlődési lehetőség, és van olyan igény is, amit a sportágunk sikerei ébresztettek föl, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb, hogy mondjuk egy új úszoda felépül, és olyan körülmények lesznek a vízilabdában, hogy ez adott is, akkor egyre több gyerek fog vízilabdázni, és hogyha időben, úgy valószínűleg a klub időben ébredt, és szeretné ezt előkészíteni, hogy amikor már megvannak a körülmények, addigra már legyen egy létező, már fölépített rendszer. A sajtótájékoztatót követően a 2 klub közönség találkozót is tartott, melyen a 3-szoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok Benedek Tibor mellett az UVS-e 2 válogatott Európa bajnok játékosával, Keszthelyi Ritával és Ganglú Edinával is találkozhattak a résztvevők.